Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a napi három kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Mint alap, itt most a virágos kártyák vannak, ezek az én kártyáim, illetve a férjem készítette, az ötlet, és az, hogy melyik virág mit jelent, az tőlem van, viszont a képeket ő kereste ki, ő készítette el a kártyákat. Remélem, hogy tetszik nektek is, leírhatjátok a véleményeteket erről a kommentárban. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, az itt felül és alul látható. Itt ez a kép utal arra, hogy még várni kellene. Kell a türelem. Vagy azt jelenti, hogy ő nem akarja elsietni a dolgokat, és ő türelmes, vagy arra szeretne kérni téged, hogy légy te türelmes. És itt van a csoda, a varázslat, ez lehet egy varázslatos kisugárzás, vagy a vonzalom kettőtök között, vagy azt is jelentheti, hogy nála megvan ez a hit, ez a varázserő, hogy tudja azt, érzi azt, hogy azt, amit ő elképzel, ahogy álmodik, álmodozik rólad, hogy ez megvalósul. Itt bal oldalon a kártyák mutatják az ő érzelmi világát. A környezetében van egy személy, aki nagyon-nagyon beképzelt. De őt nem érdekli ez a személy. Én gondolom, itt egy hölgyről van szó. Elkerüli ezt a kapcsolatot. Ezt ő nem kedveli, ha valaki beképzelt. Nála itt van a szépség, ez nem csak a külsőre utal, hanem a belső szépségre is. Pontosan ez az, amit ő szeret, amit ő értékel, és így lát téged. Itt van a szerelem, az értékek, a szépség, de a környezetében egy beképzelt személy. Mit fog tenni, az itt látható. Ezen a képen az jelenik meg, hogy kicsit vacilálsz, hogy nem tudod, hogy kialakul-e itt köztetek valami. Vannak félelmek, vannak még bizonytalanságok, és pontosan ez a bizonytalanság itt egy akadály kettőtök között, mert akkor is, ha ő türelmes, és kér téged arra, hogy légy te is türelmes, ő megígéri azt, hogy visszatér hozzád újra és újra. Tehát ne legyél bizonytalan, bíz ebben a kapcsolatban. Ez a felvétel megjelenik június 25-én. Az indiai számítás szerint a hold ezen a napon a Danista holdházban van, ami egy határt jelent. Ez logikus is, hiszen a hold elhagyja a bak jegyét, és áttér a vízöntő jegyében, tehát áttér ezen a határon. És ez a határ jelenik meg most a napjainkban, vagy valaki korlátoz bennünket, nem tudjuk hogyan tovább, vagy át kell lépnünk ezen a határon, és akkor utána lesz egy új kezdet, egy új irány, egy új energia, ami utal a levegő elemére, a könnyűségre, a mozgásra. Ezen a napon, június 25-én a hold kapcsolatban van mindkét hold csomóval, Kétúval is, és Ráhúval is, és ez a kapcsolat Vénusz bolygó és a hold csomók között kellemetlen. Ezek kihívások, problémák, nehézségek. Ez különösen ránk hölgyekre utal. Kétú
Az a lefele mozgó kármikus csomó és utal a múltra. Ráhu az a felfele mozgó kármikus csomó és utal a jövőre. Tehát a múlt és a jövő, itt vannak a nehézségek. Viszont ha a jelent éljük, akkor áttesszük magunkat ezeken a korlátozásokon. Mivel itt kármikus témákról van szó, lehet, hogy itt most tanulnunk kell valamit, a jelent élni. És most megnézzük még azt, hogy mit mutatnak a többi kártyák. A türelem. Itt a kulcs jelenti azt, hogy akkor is, ha neki időre van még szüksége, légy magabiztos. Ő ezzel a kulcssal lezár bizonyos dolgokat. Ez idő kérdése. Légy türelmes. Viszont bízd meg benne, hiszen ezzel a kulcssal kinyílik itt egy új ajtó, ezek a lehetőségek, sőt itt is látható, hogy visszatérő hozzád. A csoda, a varázslat. Ez a varázserő szerencsét hoz. A szépség. Hát, ő maga biztos, és tudja azt, hogy nem csak te vagy szép és ápolt, hanem ő is, és így ad a külsejére. De odafigyel ilyen szép dolgokra is, és én úgy érzem, itt nem csak a külsőről van szó, hanem a belső szépségről is. Ki ez a beképzelt személy? Itt a csillagok láthatóak, de a feje tetejére állt ez a kép. Tehát én úgy érzem, hogy ez a beképzelt személy dicsekszik azzal, hogy mennyire jó a spirituális területen. Lehet, hogy ez a beképzelt személy tanácsot adott neki a csillagokból, tehát vagy asztrológia által, vagy kártyavetés által, de ez a feje tetejére állt, hiszen ő már nem hiszik ebben. Én úgy gondolom, hogy ez a beképzelt személy dicsekedett nála, viszont az, amit közölt, nem valósult meg. Ezért ő elfordul a beképzelt szemétől. A szeretet és a belső értékek. Itt a hűségről van szó. Ő ezt nagyon-nagyon értékeli. És az akadályok. Itt a kígyó, ez jelentheti a gyógyító erőt, vagy jelenthet változásokat, de gyakran egy hölgyet. Egy hölgy, lehet, hogy ez a beképzelt személy, hogy róla van szó, ez lehet egy akadály. Újra találkoztok. Itt lehet, hogy tudásról, tanulásról lesz szó, vagy ő még kicsit zárkózott, nem mondja azt, hogy mikor akar látni téged. A bizonytalanságok. A bizonytalanságok elmúlnak, hiszen itt van a tulipán, érdekes, hogy kétszer jelenik meg, ami szimbolizálja a szerelmet, a szeretetet és az értékeket. Ha tudod azt, hogy ő értékel téged, szeret téged, akkor ez a bizonytalanság elmúlik. Az ő aktuális energiája. Itt van a könnyűség, a mozgás, a csevegés, beszélni akar veled, a te energiád, itt
a kereszt látható jelenti a hitet, a bizalmat, hogy a sors utatok újra kereszteződik. Jelent döntéseket is, hiszen tudod, érzed, hogy nem csak te, hanem ő is elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. És én elővettem újra a magyar kártyát, ami szintén az én kártya csomagom, az én ötletem, viszont a férjem készítette, és itt látható a magyar kártya, az S betű. És ez lehet egy név, lehet egy fogalom, lehet egy város. Leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra az S betű. A régi írásmód, a rovás írás itt van középen, ez olyan, mint egy kis kunyhó, és utal az otthonunkra. Mit jelent az S betű? S betű sátor. Például itt középen ez a sátor. Jelenthet például egy színt, hogy sárga, vagy egy szót, sárgarépa, vagy sáros. Egy nevet, például Sándor. Vagy egy várost, például Sárvár. Hogy mit jelent számodra az S betű, leírhatod a kommentárba. És itt ez a sátor szimbolizálja az otthonunkat, vissza kell húzódni, ki kell pihenni magunkat, de jelenthet egy nyaralást is, a kempingben a sátorozást. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. Most látom, itt a kép kicsit így félrecsúszott, így szebb, jobban tetszik nekem. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!